Halloween ünnepe a félelemről, az ijesztő dolgokról szól, idén viszont legijesztőbb dolog a koronavírus. A járvány az olyan hagyományosan rémisztő és kísérteties helyeket is elérte, mint az erdélyi Bránkastély, amit Dracula gróf egykori szállás helyeként hirdetnek, Bram Stoker, vámpírfejedelemről szóló regénye alapján. Úgy döntöttünk, idén semmilyen dekorációt nem használunk, ami a koronavírus járvány tragikus hatásaira emlékeztet. Ezért nincs semmilyen csontváz vagy halálra utaló kép sem, mondta a kastély marketing igazgatója. A Dracula kastélyt általában több ezer turista keresi fel minden nap, de a koronavírus járvány miatt idén a vártnál sokkal kevesebben érkeztek a híres regénybeli lakhelyére. Ez egyre csak rosszabb. Külföldi turisták nem jöttek, vagy csak alig, még Halloweenkor sem számíthatunk semmi jóra. Sőt, az is lehet, hogy elrendelik az üzletek bezárását, mondta egy szuvenírbolt tulajdonosa. Bram Stoker 1897-ben írta meg regényét, melynek főszereplője a vámpír Dracula gróf, aki Erdélyből Angliába indult. Az eredeti mű azóta számtalan feldolgozáshoz szolgált alapul, rengeteg mozifilm, tévéfilm, rajzfilm és tévésorozat dolgozta fel az alakváltó és vérszívó Dracula gróf történetét.